Szikes, sivatagos tájhoz hasonlít a bogyiszlói Dunaholtág medre. A föld az erős napsütéstől és a szárazságtól mostanra nagy rögök kiállt össze. Itt 1993-ban tapasztaltak utoljára hasonlót. A település polgármestere szerint a mintegy 50 hektáros vízfelületnek csak nem a fele egyszerűen eltűnt idén nyárra. A Horgász Egyesület is azzal fordult hozzánk, hogy a bérleti díjat engedjük el, vagy csökkentsük, hát hiszen a sivatagban nem lehet horgászni. Pedig a Holtág bogyiszló jelképe a helyiek évszázadok óta kötődnek hozzá. Horgáztak, fürödtek benne, és telentek korcsolyáztak a jégen. Most ezekre esélyük sincs. 2018 óta csökkent évről évre a víz mennyisége, de a mostanihoz hasonló szárazságot közel 20 éve tapasztaltak utoljára. Tóth István azt mondja, a probléma megoldására az önkormányzatnak nincs elég forrása, azt csak állami segítséggel lehetne kezelni. Megoldás egyedül a vízpótlás lenne, de ide csak gravitációsan tudunk most betáplálni a Duna felől, az pedig csak akkor lehetséges, hogyha a Dunán megfelelő tartósságú és magasságú árhullám van. Most már a vízügyi igazgatóságot meg tudtuk győzni arról, hogy ne csak apadó árhullám esetén kapjunk ide vizet a rendkívüli helyzet miatt, hanem az áradónál is, de ilyen sincs. Ezen kívül rendkívül fontos lenne a bogyiszlói főcsatorna medrét kikotorni, ami szintén több százmillió, de akár milliárdos beruházás is lehet. Erre pedig az önkormányzatnak nincs forrása, ezért csak az esőben és a Dunán levonuló árhullámban reménykednek egyelőre a bogyiszlóiak. A problémáról a vízügy szakemberei is tudnak, ők a napokban fejeztek be egy tanulmányt, ami a jelenséget orvosolhatná itt, Domboriban és a Tolnai Holtágnál. A munkához viszont a becslések szerint 47 milliárd forintra lenne szükség. Most azon dolgoznak, hogy ehhez forrást szerezzenek.